Múlt héten egy igazi látványos és hangzatos zenei élményre várták a városi óvodásokat a Móricz Zsigmond Általános Iskola tornatermében. Az iskolában mindig különleges a zenevilágnapja. Minden évben tisztelegnek az esemény előtt egy-egy programelemmel, és már az is hagyomány, hogy ezekből más intézmények képviselői sem maradnak ki. Német Irma pedagógus beszélt arról, hogy az eddigiekben melyek is voltak ezek a programelemek. Zenei világnapot természetesen, mint zenei és általános iskola mindenképpen megünnepeljük. Egyrészt, hogy az óvodásokat meg szoktuk hívni ebből az alkalomból, és egy előadást készítünk nekik, valamint a saját gyerekeinknek szoktunk egy közös koncertet, vagy volt már olyan, hogy valakit meghívtunk, és ő koncertezett, illetve fali újságot készítünk, és osztályonként szoktak feladatlapot is kitölteni. Az óvodásokat két turnusban várták, a városi intézményekből közel 300 kisgyermek láthatta a műsort. Két előadásunk lesz 9-től és 10 órától, és az óvodások körülbelül 280-an, tehát közel 300-an jönnek majd, ugye megbontva a két előadásra, és mindennyi óvodából visszajeleztek. Az előadás az 5. B osztály közreműködésével volt látható. No de nem csak egy zenés lakodalmat láthatott a közönség, hanem a kiosztott hangszerek segítségével ők maguk is besegíthettek a produkcióban. Az 5. B-seknek egy lakodalmas előadását fogják látni az óvodások, és még egy kis hangszerrel is segíthetnek nekünk a zenélésben. Ugye azt már megszokhattuk, hogy a móriczos diákok nagyon kreatívak és nagyon szívesen vesznek részt ehhez hasonló programokon. Erre a rendezvényre hogyan készültek? Mit jelent számukra a zenevilágnapja? Erre a rendezvényre úgy készültünk, hogy tavaly ezzel az osztállyal mutattuk be évfolyam koncerten ezt a lakodalmast, és mivel az nagyon jól sikerült, mert hogy az osztályból alakult egy zenekar is, és ők is érték az egész táncot, ezért úgy gondoltam, hogy ez a legalkalmasabb arra, hogy az óvodásoknak bemutassuk. Az UNESCO döntése nyomán 1975-től kezdődően október 1-én ünnepeljük a Zenevilágnapját. Ebből az alkalomból szerveztek zenés rendezvényt a városóvodásainak a Móricz Zsigmond Általános Iskolában. A DSTV híradóját Terdik Péter tudósította.